értett a franciáknak, és valami jót akart nekik tenni. Először Chesgil-ben egy nagy orgonát ő hozatott rendbe, és utána jön ez az ötlet, André Malraux kereste meg őt, író, kultuszminiszter, hogy felhívta a figyelmét Párizstól északra 30 kilométerre Senlis-ben, erre a középkori kápolnára, ami volt akkor éppen autószerelő műhely volt, noha Franciaország bölcsője ott ringott, mert az első francia király Capet Hugot ott kiáltották királlyá, egy időben, ami Szent Istvánunkkal a 10. században. És akkor kérdezi Malraux, hogy ezzel a 10 ujjával akarja helyrehozni ezt a kápolnát, és mondja igen. És elkezd egy eszeveszett koncertkörutat összekeresni az árát ennek a nagy ásatásoknak, egész le-római korokig, 6. századból Szent Frambúrnak megtalálják a szobrát, erekjéjét, ő ezt beazonosítja Parsifallal, és egy zenei rendezvényt emiatt elnevez Graal Fesztiválnak, és aztán ebből a kápolnából lett egy Liszt Ferenc, itt a sarokban van egy külön Liszt Ferencnek egy szentelt sarok, mert hihetetlen tisztelettel, rajongással francia földön egy ugyanaz a névvel, mint a Liszt Ferenc Akadémia Budapesten, Liszt Ferenc Auditorium, tehát a kápolna terében zeneterem, és az altemplomban régészeti múzeum és kiállítóhely, mert nem csak a zenészeket támogatta egy ösztöndíjrendszerrel, ő, aki emlékezett rá, hogy őt senki nem támogatta, senki nem figyelt rá, akkor ő éppen ellenkezőleg egy ösztöndíjat ad neki, és Kürti Hanna, akinek a műveit láthatjuk abban a teremben, első volt ezek között az ösztöndíjasok között, sok francia volt közöttük, meg mindenféle nemzetiségű, akik ma már befutottak, világhírűek lettek, sokan közülük, de Kürti Hanna ott az első lépésektől tényleg ott volt, és fog is jönni még egyszer, most 15-én délelőtt, és mesél arról, hogy hát milyen anyai szeretettel ott a Szolaika tukanyoskodott fölöttük, és hát ezt az egész alapítványt, ösztöndíjrendszert, ezt Szolaika menedzselte, meg persze egy egész iroda, mert Cifra György túl azon az isteni szikrán, amit kapott, napi 10-12 órát zongorázott. Tehát van egy talentum, ami ajándék, és van az emberi munka. És hát aztán egy szörnyű tragédia érte őt 81-ben, amikor a fia, aki karmester lett, és köztük nem csak apa-fia kapcsolat, hanem munkatárs, zene, együtt, hogyha a fia vezényelt, akkor fél gázsiért is elment Cifra Györgyöt játszani. Egy lakástűz áldozata lett, 38 évesen meghalt, úgyhogy az akkor utána teljesen hát befelé forduló, visszavonuló, meg beteges is lett Cifra. 81-ben, amikor Budapesten volt az első tavaszi fesztivál, és Cifra Györgyöt addigra már haza is jött a hírneve, felkérték védnöknek, és ő eljött 81-ben, és azzal kezdte, hogy kérem, nekem ezt le kellett volna mondani, 2 hete halt meg a fiam, de én tudom, hogy Magyarországnak milyen fontos ez a rendezvény, és ezért eljöttem, elnézést kérek, hogy nem úgy fogok játszani, hát Vásári Tamás azt mondja, hogy szebben játszott, mint valaha, és hát így indult a tavaszi fesztivál, és aztán hát jött párszor, meg Magyarországon is megjelentek akkor bakelit lemezei, meg koncertezett. 94-ben halt meg, Szolaika 2006-ban halt meg. Gondolom a család halála után dicidőcöghetett egy kicsit a Cifra Alapítvány. Ott van egy grafikája Kürti Hannának, egy óriás kerék, ami arról szól, hogy 2016-ban egy francia milliómos 1 millió euróval megtámogatta a Cifra Alapítványt. És akkor, mint ahogy a kerék lendült, úgy tovább lendült, és megy most is, ma is. No, nemrég Balázs János koncertet adott, Zanliszt koncertet, és hát nem ér véget ebben a két teremmel a történet, mert ha kilépünk az ajtón, akkor folytatódik Balázs János és Beszer Szilvinek köszönhetően, aki hát János szinte belebújt Cifra bőrébe,
és a Cifra Fesztivállal, ami 4 éve indult, nagyon-nagyon méltó emléket állít és érteti ezt a fantasztikus embert, tehetséget, virtuózt és embert. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt vannak, és én azt szeretném kérni az újságíróktól, hogy küldjenek gyerekeket.